szeretni kell a szakmát. Ennyi. Nem lehet itt mondani. Szóval szeretni kell azt, amit csinál az ember. És... hát meg szívvel élekkel kell csinálni. Vidéki gyerek vagyok, sokat vágtunk disznót, és ott szerettem meg. Ennyi. A családom is, meg én is szeretem a húst, úgyhogy nem is tudnák nélküle meglenni. Szóval ott mindegy, hogy mi marha, sertés, csirke, inkább mondjuk a csirke, de mindegy, szóval bármit, de nagy szerepet tölt be, szóval azt is mondtam, hogy ilyen vércse család vagyunk, mert szóval semmi nem megy hús nélkül. A hús összetétele és a márványozottsága és a tartási körülmények, ahogy ezeket az állatokat tartják, mind azt eredményezik, hogy egy nagyon porhanyos, lágy, nagyon jó ízvilágú végtermék készül ezekből a húsokból, és ezért is szeretik ennyire. A mangalica típusú, vagy a mangalica nevű sertés, ez egy magyar őshonos állat. Ez egy magyar állat, Magyarországon él, Magyarországon nevelődik, magyar takarmány eszik, és egy bizonyos súlyban, egy bizonyos korban kikerül Spanyolországba a legmagasabb minőségű sonkagyártóhoz, az egyik legkomolyabb Spanyolországba, és ott 3 évig érlelődik mindenféle hőmérsékleten, páratartalommal, sóban, levegőben, és 3 év után kerül ki a piacra. A csokoládé az én gyermekem, tököltyűvel töltött csokoládé, ilyen sem van is. Mit forgalmazzuk, igazából mi találtuk ki egyedülálló a világon. A cél az volt vele, hogy csináljunk valami olyat a mangalicából, amivel kicsit meg tudjuk hökkenteni az embereket, és hogy olyanok is felfigyeljenek magára a mangalicára, akik nem szeretik mondjuk a kolbászt, a hurkát, meg az egyéb ilyen klasszikus ételeket, úgyhogy innen jött az ötlet, hosszú kísérletezés után sikerült elkészíteni, és most már egy elég népszerű, különleges termék, ami tényleg egyedülálló a világon. Aztán megmondtuk igazából, hogy a...